Sziasztok, Marci vagyok, és ez itt a következő része a Fit the Beast Survival-nek. Most itt épp a búzafarm előtt vagyok, amit múlt részben a tengerben helyeztem el, de úgy döntöttem, itt jobb lesz. Bemutatom, hogy is működik, illetve még ma megcsináljuk a fafarmunkat. Így működik, hogy a búzafarm így működik, hogy letesszük a farmot, bele dörtöt és seedet, bekapcsoljuk a Stirling Engine-t, két Stirling Engine-t, amivel szenet rakunk, és ez elkezdi nekünk kivágni a területet, földet körbe rakni és rárakni búzát, illetve vizet, és ez a combine pedig szintén úgy működik, hogy bekapcsoljuk a Stirling Engine-t, és amikor valamelyik búza megnől, akkor kijön ezen a csövön át ebbe a ládába, és a búzamag pedig visszamegy ebbe a farmba. Most gyorsan bemutatom nektek, csontport gyorsan szerzek. Nem tudom, hol van, azt hiszem inkább így. Jó, elég lesz nekünk egy csont list. Visszaállítjuk magunkat receive módba, és bemutatom nektek itt ezt a két búzát megneveztem. És egyszer csak kivágja, és itt ezen a csövön át elindul a combine-ból a búza és a vetőmag, illetve rögtön vissza is ülteti ezt a farm. Itt vannak. Igen, és már vissza is ültette. A vetőmag az erre fog eljönni, búza meg lefelé a ládába. Nézzük csak meg. Igen. És a vetőmag az visszajön ide a farmba. Szóval ez végül is ilyen önállátó rendszerszerűség. Most pedig csináljuk meg a fafarmunkat, amihez szinte ugyanezek a gépek kellenek, amit az arborétum és a logger elkészítéséhez, amihez kell ez a termioni fabrikátor és a carpenter, amik itt vannak lent a házamba. Kapcsoljuk be. Az arborétumhoz kellenek ilyen golden electron tubok, amiket így csinálunk, illetve egy-egy, habár mindet ide rakom, egy kicsit hagyok magamnál azért, de megint ne csináljon sokat. És a carpenterben pedig kell csinálnunk ilyen small circuit boardot, egyet már csináltam, még egy fog nekünk kelleni, így készítjük, és itt a közepébe, és elkezdi csinálni ezt a small circuit boardot, amit adunk ki, amiből csinálja. Jó. Viszonylag gyorsan elkészíti nekünk. Több most nem kell. Már van. Termioni fabrikátorban kész a Golden Electric Tube. Electron Tube. Ó, de sokat csinált, nem baj. Illetve még fog nekünk kelleni egy Diamantin Electron Tube. Ami kész is van. Ebből tényleg csak kevés kell. És akkor csináljuk meg a gépeket. Nyomunk egy X-et, egy C-t, egy B-t. Csinál nekünk két sturdy casing-et. Az egyik akkor a Diamantin Electron Tube és üveg. Kész a lobderünk, ami ki fogja vágni nekünk a fát,
és a másikhoz pedig Golden Electron Tube kell, ugyanúgy, és kész az arborétumunk. Ezeket szintén el kell helyeznünk valahol kint. Jó, végülis helyet nem kerestem neki, talán itt a búzafar mellett valahol. Nem baj a búzafarnak, hogyha letapossuk, mármint nem érzékeli, hogyha letapossuk. Jó, helyezzük el, illetve loggerünket is. Persze a Sterling engine-eket adhattam. Visszamegyek Sterling engine-ekért, meg kell élni fog talán néhány kar is, meg illetve szén. Meg FPS, mert valahogy épp kevés. Sterling engine az itt van. Fog kelleni még szén. Jó, és egy kis kar, néhány kar. Ami ez cobblestone. Ha csináljuk néhány kart. Most megcsinálok hetet. Több nem is nagyon fog kelleni. Jó, helyezzük el őket az két gépük mellett. Ops. Jó. Akkor rakjuk le. Most nem viszem túlzásba. Ebbe rakjuk. Ennyi. Másik felét, ebbe a engine-be. És indítsuk el őket, ha bár még ne. Ezt, ebbe még kell néha tudt, név szerint ez a humusz. Ezt a humuszt pedig így készítünk. Humusz. Húszhoz kell komposzt, vagy felterizer. Felterizer pedig homokból és apatitból készítünk. Persze, hogy azt se hoztam. Mindegy. Elkészítem őket, és majd a következő részben mutatom be szintén a működését. Jó. Feltézerhez kell akkor ez a apatit. És csak egyszerűen még homok fog nekünk kelleni. Homok az, azt hiszem van. Igen, van. Jó. Apatit középre, nem tudom mennyi fog kelleni. Vagy olyan tizen. Berakok, homok, kész a feltézerünk, ebből sok is lett, jó, és ebből a feltézerből, mármint körbevesszük ezt földdel, és elvileg kész is van, jó, veszek magamhoz kettő földet. Készítek földet, azt hiszem egy elég is lesz, nyomunk egy C-t, B-t, be a feltézert, aztán nyomunk még egyszer C-t, B-t, még egy adag, azt hiszem ennyi elég is lesz, de akkor már megcsinálom. Akkor már megcsinálom az összes földdel. Nyomunk egy C-t, B-t. Jó, felt
ezerből maradt elég sok. Nem tudom, miért csináltam ennyit, mindegy, követ. Majd úgy is fog kelleni még. Viszont... Jó, a következő részben bemutatom nektek, hogy működik ez az egész fafarm. Búzafarm már van, illetve még egy lehetőség van a humusz készítésére, az pedig a komposzttal. Ahhoz kell búza és egy föld, abból lesz nekünk egy komposzt, vagy pedig egy esde, ahhoz peatfarm kell. Ez a búzafarmán tudja látni akkor a fafarmunkat. Illetve, hogyha lesz majd peatfarmunk, akkor ezen látja mindkettőt. Oké, már ennyi voltam. Sziasztok!